Suttogások. Néha, mikor egyedül vagyok és hangokat hallok, visszasuttogok nekik. Nehogy azt higgyék, hogy megbolondultak, és nem hallja őket senki. Lassan egy éve, hogy megalakult Szekszárdon a fiatal írók és költők csapata, az Írógárda. A csoport tagjainak nagy része a helyi olvasóklub tagja volt. A szerveződés és az Írógárda alapítója, Kaposi Ildikó könyvtáros, a koronavírus kezdetén hozott létre egy, a legnépszerűbb internetes oldalon hetente megjelenő rovatot, a Kamasz hangot, amiben tizenévesek írásait gyűjtötte csokorba. Ildikóval arról beszélgettünk, hogy mi vette rá arra, hogy újabb fiatal tehetségeket kutasson fel és mutassa meg alkotásaikat. A pandémia hozott ég valamilyen szinten, mert hogy terveztem már régóta, de amikor ugye tavaly beütött ez a járványhelyzet, akkor volt rá időm, és akkor megvalósítottam, mivel az olvasóklubosaim közül tudtam, hogy jó néhányan írnak, és elég jókat írnak, innen jött a gondolat, és akkor ezt követte a tett a pandémia alatt, és így jött létre tulajdonképpen a Kamaszhang, és a Kamaszhangnak is most már külön egy messenger csoport, az Írógárda. Ők döntik el, hogy megmutatják-e az alkotást, vagy pedig megtartják ugyanúgy a fióknak, ahogy eddig. Esetleg még magyar tanárok segítségével, hogyha a gyerekek megmutatják a verseiket. Például van ilyen magyar tanár, akivel tartom a kapcsolatot a mai napig, és ők küldi hozzám a gyerekeket. A fiatalok azt mondják, nagy húzóerő az, hogy létezik egy olyan közösség, ahol megoszthatják egymással a sikereiket, és ahol alkotásaikra is visszajelzést kapnak. Nemrég kerültem be csak a csoportba, de én azt vettem észre, hogy nagyon barátságos, befogadó itt mindenki, és mindenki örül egymás sikereinek, és szívesen beküldem a verseket, akár én is, mert tudom, hogy örömmel fogadják, és megdicsérnek, úgyhogy szerintem nagyon pozitív dolog. Ma tél vagyok, fagyos, hideg tél. De van, hogy ősz vagyok, csendes, lassú szél. Ma napfény vagyok, mely arcodra mosolyt csal, s ha rám nézel, úgy érzed, nincsen semmi baj. Van, hogy vihar vagyok, nagy, dühös tornádó, mely felkap mindent a fák lombjáról. Van, hogy eső vagyok, halk, lágy csobogás, amely minden száraz nyarat megkoronáz. Ma tavasz vagyok, gyengéd, ám erős virágszál, és veled tartok télen, hóban, bármerre is szaladnám. A csoport tagjai nem csak verseket írnak, hanem különböző műnemekben és műfajokban is alkotnak. Leginkább elégiákat, volt egy szonett próbálkozásom is, meg egyébként próbálkoztam regényekkel és novellákkal, remélem, hogy egyszer majd kész is lesz. Az inspiráció különböző helyekről érkezik az íráshoz. Van, akit egy magyar irodalmi alak ösztönöz, de van, aki azért ír, hogy másokat beengedjen a gondolataiba. Talán úgy József Attila, az ő élete, a szenvedései és a halála olyan tragikusan szép. Én őt nagyon szeretem. Például a mindennel együtt, ami volt. Tudom, hogy voltak ilyen mentális problémái, és ő mégis ilyen gyönyörű verseket írt. És hát nekem ő így. Nekem elsősorban az, hogy értéket közvetítsek a többi ember felé, és elmondhassam nekik azt, amit máshogy nem tudok kifejezni. A gondolataimat, az érzéseimet és a magánéletemből vett tapasztalataimat. És így bevonjam őket a fejemben lévő kis világban. A csoportban minden fiatal más életszakaszban kezdte felfedezni a benne rejlő alkotói vénát. Arra, hogy ki és miért kezdett el írni, mindenkinek más története van. Vardra Viktóriát például a gyermekkorában hallott mesék vették rá arra, hogy ő is papírra vesse gondolatait. Igazából az anyukám miatt, mert gyermekkorunkban sokat olvasott nekünk mesét esténként, és nagyon szerettem. És így számomra sem volt idegen, mikor már olvasni tudtam, hogy ugye én is kézbe fogjam a könyvet, és innentől kezdve én elkezdtem az iskola által meséket írni, történeteket, mivel volt ilyesmi óránk, és én szerettem azt, hogy hát pozitív visszajelzést kaptam a műveimre. Majd 14 éves koromban indultam egy versenyen, ahol egy kiemelt alkotás díjat szereztem, viszont a versírás az körülbelül 2 éve került az életembe, mert az apukámnak szerettem volna verset rakni egy köszöntőkép mellé, de nem találtam olyat az interneten, ami tetszett volna. Így megpróbáltam én, és mivel pozitív visszajelzéseket kaptam mind a kommentekben, mind a valóságban, ezért úgy döntöttem, hogy akkor ezt folytatom. A csapat egyik mentora Dicső Zsolt, szekszárdi költő, aki többük verseit is véleményezte, építő kritikával illette. Az Írógárda megalakulása óta segít nekik, egyengeti az útjukat, hogy műveik egyre jobbak legyenek. Nyilván ezek nem teljesen kiforrott dolgok még,
de mindegyikben van valami jó. Van amelyikben több, van amelyikben kevesebb, de nagyon jó részek, nagyon jó rímpárok vannak, nagyon jó gondolatok. Csinálni kell. Tehát nyilván nem született még meg a nagy remek mű, mert ez nem is elsőre szokott általában. Úgyhogy persze, feltétlenül lesznek itt még olyan költők, akiket majd érettségi tételen húznak a gyerekek. Jövendőbelimről. Lufik rúzsa színködben, szíved csak rám vár, szivárványos kis ízék, jaj, hagyjuk már. Inkább maradok bölcsen csöndben. Még nem éreztem a szerelem ízét, biztos jó meg minden. Kockarsú férfi kék ingben ki, mosolyogva néz le rám, mert bizony 185 centi. Ki nem rest rúzsát venni, csókot ad, csókot kér. Szépet jót nem csak ígér, haja sötét, mint az éj, vagy szőke. Szeme csak is világos kék, Transformers helyett Titanicot néz. Sportra gondolni se gondol, gyémántokat hoz a holdról. Más lánnyal sosem beszél, társasági életet nem él. De mindez semmit nem ér, ha nincs nála egy kötek pénz. Bankkártyáját aranytálcán nyújtja át, remélem érted az iróniát.